Hello, sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban a Magyar Államkincstár nyugdíj előtakarékossági számlájáról fogunk beszélni. Sokan kérdeztetek ezzel kapcsolatban, és szeretném elmondani röviden a véleményemet erről a számláról, és hogy érdemes-e használni. Tartsatok velem! Amit látjátok, ez most egy nem szokványos videó olyan szempontból, hogy itt az erkélyen veszem fel, mindenhol fúrnak, faragnak, úgyhogy próbálom a reggeli órákra időzíteni a felvételt. Nem terveztem be, de kijött az Államkincstár egy nyugdíj előtakarékossági számlával, úgyhogy elkezdtetek bombázni a kérdésekkel, hogy akkor most érdemes-e ezen keresztül befektetni nyugdíjra, vagy mi ezzel a helyzet. És hát sokat gondolkodtam rajta, hogy hogyan is lehetne összefoglalni viszonylag röviden, hogy megéri-e vagy nem éri-e meg az Államkincstárnál nyugdíj előtakarékossági számlát nyitni, és végül is gyakorlatilag attól függ a válasz, hogy mennyi időd van hátra még a nyugdíj korhatárig. Ugye alapvetően a NYES számláról, nyugdíj előtakarékossági számláról tudni kell, hogy a 20%-os adókedvezményt kapunk, ha ezen keresztül fektetünk be, de minimum 10 évig tartanunk kell a számlát, és csak nyugdíjba vonulás után férhetünk hozzá. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk 7 év, ha valaki 7 év múlva megy nyugdíjba, akkor ne nyithatna ilyen számlát, hiszen attól még a 10 évet ki tudja várni, ha nem kell azonnal a pénz, amint nyugdíjba megyünk, akkor igazából ez nem feltétlen probléma. De nyugdíj előtt, vagy a 10 év letelte előtt hozzáférni a számlához, az nem szerencsés, mert adózni kell utána viszonylag sokat. Jó, tehát alapvetően onnan indulunk, hogy 10 éves táv, az kelleni fog. Na most a másik dolog, amit érdemes tudni ezekkel a nyugdíjcélú megtakarításokkal kapcsolatban, hogy ez a 20%-os adókedvezmény, ez nagyon jól hangzik, mert az első évben tényleg plusz 20%-ot kapunk a pénzünkre, de a második évben már benn van 2 évnyi befizetésünk, és mi mindig csak az adott befizetésnek a 20%-át kapjuk meg. Tehát könnyű belátni, hogy 10 év után már 10 évnyi befizetésünk van bent, de még mindig csak 100.000 forintot kapunk, ugye 20%-ot a befizetésünkre, ami maximum 100.000 forint, ugye 500.000 forintos befizetés esetén. A teljes bent lévő összeghez képest ez már nem olyan sok. Ha évesített hozamban vizsgáljuk azt, hogy ez a 20%-os adókedvezmény ez mennyit számít, akkor azt látjuk, hogy 10 éves távon körülbelül 3,1%-ot számít, 15 éves távon körülbelül 2%-ot számít évesített hozamban, 20 éves távon pedig már csak 1,5%-ot, és ennél hosszabb időtávon még ennél is kevesebb évesített hozamnak felel meg ez az adókedvezmény. Ugye azt tudni kell, hogy ezeknek a nyugdíjcélú megtakarítási számláknak jellemzően van költsége, és mondjuk egy önkéntes nyugdíjpénztár az 1,5%-os éves költséggel működik körülbelül, a nyugdíjbiztosítások meg ilyen 3-5%-os költségekkel működnek, tehát látni kell azt, hogy ez viszonylag véges ez az adókedvezmény, amennyit ezért megéri vállalni, ráadásul vállalnunk kell azt, hogy csak nyugdíj célra vesszük fel, tehát elköteleződünk, ami szintén kockázatot jelent. A nyugdíj előtakarékossági számlától függetlenül az egyik legolcsóbb megoldás, az Államkincstárnál ráadásul teljesen ingyen van állampapírt vásárolni, tehát ez ettől függetlenül jó megoldás lehet. De nem csak a számlaválasztás lesz itt a kérdés, hanem az is, hogy mibe tudunk befektetni, vagy mibe akarunk az adott időtávon befektetni. Minél hosszabb az időtáv, annál többet fog számítani a reálhozam, annál fontosabb, hogy akár kockázatosabb eszközökbe is fektessünk. Összességében, tehát ha össze kéne foglalni azt, hogy kinek milyen időtávon és hogy jó a nyugdíj előtakarékossági számla az Államkincstárnál, akkor a következőket mondanám nagyjából, természetesen minden élethelyzet más, és ezt ne vegyétek így készpénznek és tanácsnak, de nagyjából nekem így ez körvonalazódott. Tehát ha maximum 10 éved van a nyugdíjig, és egyébként csak akarsz kockázatos befektetésekbe tenni, akkor jó egy nyugdíj előtakarékossági számla az Államkincstárnál, állampapírt veszel, és egy viszonylag jó garantált reálhozamot tudsz ezáltal elérni. Hogyha 10 és 20 éved van egyébként a nyugdíjig, akkor valószínűleg már érdemesebb magasabb hozamú eszközökben is gondolkodni, és nem csak állampapírba, nem akarsz mindent pénzt az magyar államra tenni, főleg a nyugdíjadat nem akarod biztos ilyen hosszú távon csak és kizárólag magyar állampapírban tartani, de a portfóliódnak lehet egy olyan része, ami egyébként is magyar állampapírban lenne, akkor ezt a részt teheted a NYESZ számlára, és nagyon egyszerűen ki tudod használni vele a 20%-os adókedvezményt. Fontos, hogy ilyen távon először egy befektetési stratégiát kell összeállítani, abból fog kiderülni majd a portfólió megoszlás, az eszközallokáció, hogy mibe fektes,
és ez majd megmondja azt, hogy van-e benne helye a magyar állampapírnak, és ha igen, akkor ezt tök jó a nyesz számlára tenni, és ezzel kihasználni a 20%-os adókedvezményt, kvázi költségmentesen. Hogyha még nincsen befektetési stratégiád, akkor gyere el a pénzügyi szabadság alapozó tréningre, ott megmutatom, hogy miről is szól egy ilyen, és hogyan érdemes egy ilyen befektetési stratégiát összeállítani, illetve mutatok mintaportfóliókat is. Ha pedig 20 évnél több idő áll a rendelkezésedre a nyugdíjig, akkor viszont megkérdőjeleződik az egész nyesz számlának az értelme, és hogy egyáltalán van-e értelme bevállalni ezt a kockázatot, hogy lekötöd a pénzt ilyen hosszú távra, ráadásul felértékelődik a magasabb reálhozam az ereje, ezáltal érdemesebb nem annyira állampapírba fektetni, tehát kérdéses, hogy 20 éves távon egyébként van-e annyi állampapír a portfóliódban, amivel egyáltalán ki tudnád használni ezt nyesszámlát, illetve ha igen, kérdéses, hogy 20 évre bemered-e vállalni az extra kockázatot viszonylag alacsony plusz hozamért, hiszen 20 éves távon már mindössze 1,5% plusz hozamot jelent maga az adókedvezmény. Jó, tehát 10 évnél és 10 év és annál rövidebb távon egyébként azt gondolom megéri, 10 és 20 év között szerintem a portfólió egy részét bele lehet ebbe tenni, 20 éves távon és a fölött pedig megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán van-e értelme nyugdíj előtakarékosságban gondolkozni, kifejezetten adókedvezményes termékben gondolkodni. Mind a nyesz számláról, mind az állampapírokról találsz ennek a videónak a leírásában majd egy hosszabb útmutatót, és javaslom, hogy nézd meg ezeket is, de röviden gyakorlatilag ez a lényeg. Egyébként egy jó számláról van szó, és az ügyfélkapun keresztül bárki meg tudja nyitni, könnyű kezelni, jó az online felület, alapvetően a magyar állampapír pedig egy biztonságos befektetés, ennek előnye, hogy biztonságos, hátránya meg, hogy alacsony a hozama valószínűleg, de összességében nem egy veszélyes dologról van szó. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, nagyon sok sikert kívánok nektek, hajrá!